sok éve kezdte el azt a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, hogy a helyi civil szervezetekkel közösen egy ajándékkal készül a városnak tulajdonképpen. Ez az ajándék minden évben, advent harmadik hetében érkezik el. Hagyományosan itt a katolikus templomban adunk egy adventi koncertet az itt működő civil együttesekkel. A mai koncerten is nagyon széles és színes lesz a paletta, hiszen az egészen apróktól, hát az idősebb korosztályig lesznek kórusok. Nagy öröm számunkra, hogy Bonyhád Város Önkormányzata egy csodálatos teret hozott létre ebben az évben. Így az adventi programsorozatunk most már tényleg programsorozat, és nem csak egy koncerttel ajándékozhatjuk meg a Völgységben élőket, hanem ugye most már majd ezen a hétvégén a negyedik gyertyát gyújtjuk meg az új terünkön. December 1-jével indult meg ugye a programsorozat, amikor várjuk az embereket forralt borral, hagyományosan zsíros kenyérrel és programokkal. Igyekszünk újítani, tehát az a kolléga, aki ezért a programért felel, mindig igyekszik színesíteni, de természetesen van egy állandó réteg, van egy állandó csapat, akik jönnek, akiknek tulajdonképpen, amikor én telefonálok, akkor azt mondják, hogy igen, mi már május óta próbálunk. Tehát van egy állandó, ez alatt értem a Felvidékek Egyesületének énekkarát, vagy a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületének karát, de ilyen a Bonyhádi Katolikus Kórus is, ilyen a Karisz Kamara Kórus is, és remélem, hogy nem hagyok ki senkit sem, és még szerintem hosszasan tudnám sorolni, és hát emellé természetesen igyekszünk újakat is megszólítani, hiszen hál' Isten a Völgység nem kicsi, nagy, így azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget kell arra nyújtani, hogyha szeretne ajándékot átadni, akkor ebben a formában megtehesse. Ez egy igazán civil kezdemény volt, igazán nagy igény volt arra, hogy ebben a rohanó világban adventkor egy kicsit meg tudjunk érkezni, hogy egymást meg tudjuk ajándékozni. És ugye, mint mindig, minden mögé valami intézménynek is be kell társulni, és ebben a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ nagyon szívesen közreműködött és adott segítséget, és adunk segítséget azóta is.